Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Kettőkor elindulni, na még éppen. Háromkor elindulni, na még éppen. Négykor ma elindulni, na még éppen. Nélküled elindulni, na még éppen. Elég izgalmas nekünk, hogy olyan arcok jönnek el velünk így zenélni, meg így fellépni, akik tényleg így mondhatom az egész zenekar nevében egy ilyen kis példaképek, meg ilyen olyan sztori ez, amit így nem feltétlenül gondoltunk volna mostanában. És hát ugye ott van a Beck Zoli, mint pécsi híró, az, hogy így volt egy próbánk, és akkor így próbán így kb. Elnémultam, meg így néztem, hogy az olyat, hogy énekli azt a szöveget, amit én írtam, ez elég ütött. Jötted, dolgok történnek körülötted, mennyi szép lány, mennyi fiú, akit nem veszel észre, mert nem veszed észre, hogy a külső, belső nélkül nem sok, smárolni lehet, de az nem sok. Szeresd azt, akit valamivel megfog, a szexben az ölelés a legjobb. Év elején kezdtünk el beszélgetni a Universal Musical arról, hogy csinálunk egy olyan programsorozatot, ami még nem létezik, amit most senki nem csinált a világon, és kipróbálunk új dolgokat. Több szempontból is nagyon érdekes és nagyon fontos ez a Universalnak. Egyrészt, hogy nagyon örülünk, hogy a Mastercard-del egy ilyen közös projekten együtt dolgozhatunk. Nekünk ebből az is természetesen jó, hogy különböző zenekarokat, előadó művészeket tudunk összehozni. Kitől menekülök, valakihez futok én. Valakihez ledőlnék már egy kalapért. Valaki... Bár sosem volt közöm a hip-hophoz, vagy ilyenek, de magukat, ezeket a srácokat ismerem, és örülök, hogyha azt gondolják, hogy mit tudom én, szívesen csinálnak velem valamit közösen, és azt mondom, hogy tök jó, hogy ma így együtt játszottunk. És élni egy percig, mint ha nem lenne holnap. Feldolgoztuk egy zenénket, az Aki velünket, ezt viszont a zenekar dolgozta fel, és ebben meg a Dávidot kértük meg, hogy úgymond tegye bele magát. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon várjuk az ügyet. A Beck Zolival és a Bércesi Robival még nem volt közös cuccunk, viszont én azt gondolom, hogy pont egy tök jó kapcsolási pont. A programsorozatnak a különlegessége az talán az, hogy a hagyományos értelemben nem lehet feljegyet venni. Amennyiben kártyával fizetünk 5 alkalommal, akkor egyrészt az első, a mai rendezvény esetében 350 fő automatikusan belépést nyer a koncertre. Tehát ami nagyon-nagyon különleges, hogy a későbbiekben visszanézheti ezeket a koncerteket. Valami, ami éjjel összerak, van valami, ami...